kínai farmer története. Jó szerencse versus szerencsétlenség. Valamikor réges-régen volt egy öreg kínai gazda, akinek egyszer csak megszökött a lova. És az összes szomszéd összegyűlt aznap este, hogy vigasztolja. Nagyon sajnáljuk, hogy a lovad megszökött. Ez elég rossz hír. És a gazda azt mondta, talán. Következő napon a ló visszajött, és hozott még magával 7 vadlovat, és mindenki ismét odajött este, és azt mondták. Milyen nagy fordulat! Most már van 8 lovat! Ó, mekkora szerencse! És a gazda azt mondta, talán. Másnap a gazdafia megpróbálta betörni az egyik vadlovat, meg is ülte, de a ló eldobta, és a legény lába eltört. És mindenki azt mondta, hogy ja Istenem, ez nagyon rossz hír. És a gazda azt mondta, talán. Következő napon sorozótisztek jöttek, katonákat toborozni egy nemrég kitört háborúba, de nem vitték el a fiát a törött lába miatt. És megint jött a sok ember és azt mondta, hát nem nagyszerű. És a gazda azt mondta, talán. Természet egész működése egy rendkívüli bonyolultságú integrált folyamat, és lehetetlen megmondani, hogy ha valami történik, az jó vagy rossz. Mert soha nem lehet tudni, hogy mi lesz a következménye a szerencsétlenségnek, valamint soha nem lehet tudni, mi lesz a következménye a jó szerencsének. Na, tehát ez egy régi kínai történet, ugye? És múlt héten küldte át valaki az angol csatornámra, amikor leégett a billentyűm. És ezt Alan Watts olvasta fel, és az utolsó bekezdést ezt ő tette hozzá, a mese az idáig tartott, mondom, a történet. De ja, nagyon tanulságos. És ehhez volt egy kis animáció is, de hát ezt én fordítottam le így Sepibe, ezt a szöveget magyarra, úgyhogy olyan amilyen, de volt hozzá egy belinkelem majd az eredetit, az angol videót, egy ügyes kis animációval volt, az animációt nem akartam betenni ide, hogy nehogy copyright probléma legyen, de csináltam egy verziót az animációval, és ez az új csatornámra lesz feltéve, a Dailymotion-en, nem a YouTube-on. Így belinkelem azt is alába, aki azt a verziót szeretné megnézni az animációval. Na, de tanulságos ugye a történet. Úgyhogy ha valami történik, ja, azért is nem érdemes rajta elbusulni, vagy nagyon örvendeni. Azért ugye lehet, nem azt jelenti ez, hogy nem lehet ugye átűnődni a dolgon és tanulni az esetből. Meg nem azt jelenti, hogy bármi jó történik, most semminek nem szabad örvendeni, vagy semmi se szabad elbusulni. De a lényeg, amit én leszűrök belőle, az úgy, hogy nem szabad ugye nagyon örvendeni, vagy nagyon elbusulni semmin, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye. Úgyhogy, ja, érdekes kis történet, és ja, tanulságos. Mit szóltok ti hozzá?